A piac területén szombaton igazi magyar ízekkel, birkapörkölttel, vargányás pacallal, valamint babgulyással kedveskedtek a vendégeknek. A vállalkozók szerint az ilyen események hozzájárulnak a vásári élet fellendítéséhez. Augusztusban már csatlakoztunk a Lecsó Fesztiválhoz, és olyan jól sikerült, mint csapatbuliként, mint a vásárlók terén, hogy úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk a mostani kis fesztivál lendületet folytatni. Birka felajánlást kaptunk egy helyi vállalkozótól, és ehhez összefogásba a Nadrai Húsbolt, a Shifterék, az Üstel csatlakoztak hozzánk. Igazából a csarnoknak a maga az élete fellendítése érdekében, hogy minél több vásárlót tudjunk ide kivonzani, és úgy gondoltuk a kollégával, a Goldfinger Dáviddal is, hogy ehhez a programhoz szeretnénk csatlakozni. Főztünk egy 17 kilóból levő pacalt, ami már hál a Jóistennek elfogyott. A babgulyásból még állunk, az meg már 120 literrel tudtunk rendelkezni, de az is már nagyon fogyóban van. A szervezők szándéka, hogy ezekkel a rendezvényekkel erősítsék a helyi közösséget. Ez nem csak az itt lakóknak kedvez, hanem a helyi vállalkozók is jobban megismerhetik egymást. A Mustra az egy helyi vendéglátósoknak egy nagyon jó kezdeményezése, amit pár éve már csinálnak itt a városban, és úgy gondoltuk, hogy ezt a speciális hangulatot, amit itt hallatszik és látható itt körülöttünk, azt szeretnénk továbbfejleszteni, és hála Istennek a helyi vállalkozók, bérlőink, árusaink csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. A vásárcsarnokban az ízkavalkád mellett a Zalai Tánc Együttes előadása is színesítette a programot.